30 éves fennállását ünnepelte a Soul Sheep Soul zenei vetélkedő márciusban. A jubileumi koncerten felléptek azok az énekesek, zenészek, akik a vetélkedő megalakulása idején vettek részt rajta, ma már azonban nem csak itthon, hanem külföldön is oktatnak. A rendezvényen bemutatkozott az új nemzedék is. Népzenétől volt hangos az Újvidéki Rádió M stúdiója március 11-én. A Soul Sheep Soul tavalyi győztesei közül is néhányan felléptek. Rendezvény nagy jelentőséggel bír a vajdasági magyar általános iskolások zenei oktatásában. Széles a Duna, magas a partja, nincs olyan legény, ki átugorja, rúzsám átugorja. Bácskertesről a Bukrok együttes hagyományos kupuszini népdalokat adott elő. A lányok a Fölszállott a páva vetélkedőn is jeleskedtek. Itt kezdtük, a Soul Sheep Soul-on a Csizmadia Anna fölkészítő tanárunk mondta, hogy hát nevezzünk be ide, és akkor mondtuk, hogy hát miért ne. És akkor be is jelentkeztünk, és ugye elettünk első helyezet, és utána jött avval a lehetőség, hogy a Fölszállott a pávába is, hogy jelentkezzünk, és akkor mondtuk, hogy hát próbáljuk meg. És akkor most ez egy fantasztikus érzés, hogy középdöntőig eljutottunk. Nagyon jó érzés. Nagyon szeressük a kupuszini népdalokat, és hát ha választás is van, persze mindig azt választjuk. Nagyon szívhez kötöttek, tehát nagyon szeressük, és beleírjuk magunkat abban a dalban, amit éneklünk épp, és hát legtöbbször azt énekeljük, tehát nagyon szeressük a kupuszini népdalokat. Szerintem mi ketten az életünkben, vagyis a pályafutásunkon biztos fogunk énekelni együtt, ráadásul, mert hát együtt nőttünk fel, együtt énekeltük majdnem az egész éneklésünket, ahol fölléptünk, tehát mi így egyszerre nőttünk fel, és így együtt éneklünk mindig. A Péter évei fiatal énekesek még izgulnak egy-egy fellépés előtt. Eléggé sokat izgulok. De hát már ugye 2 éve voltunk, de hát már megszoktam, úgyhogy nem, mindig kevesebbet izgulok. 2 éve énekelek, és jobban a rába közidalokat. Meg most tanulunk bogyiszlóit, és minden héten egyszer szokott lenni próba. Emlékezzünk Szent Balázsa, mert ma vagyon napja, az Úr Jézus akaratát általunk mutatja, örömet a háznak, asszonak urának. Forgács Szabolcs Szent Tamási énekesre 2 éve figyelt fel a zsűri. Hát néptáncolok is, akkor a Anikó mondta, hogy nem lenne kedvem Soul Sheepra bejelentkezni. A Soul Sheep Soul az elmúlt 30 év alatt valódi mozgalommá nőtte ki magát. A rendezvényen az iskolások bemutathatják tehetségüket és tudásukat. Az nagy élmény, hogy mindig nagyon sokan vannak, hogy nagyon sok gyerek versenyzik. Voltak olyan időszakok, amikor előválogatókat is kellett tartani. Tulajdonképpen a gyerekek nagyon szeretnek versenyezni, de hogyha nincsenek kellőképpen megjutalmazva, megdicsérve, arra nagyon érzékenyek. Fontosnak tartom ezt a vetélkedőt, ezt a rendezvényt, mert ösztönzi a pedagógusokat is, és a gyerekeket is arra, hogy rendszeresen énekeljenek népdalokat, tehát hogy ne csak, hogy mondjuk ne csak egy művelődési egyesület keretein belül, hanem nagyon sokszor iskolákból is jönnek erre vetélkedőre versenyzők, tehát nem csak a művelődési egyesületekben dolgozó
tanárok készítik föl a gyerekeket, hanem nagyon sok zenetanár, vagy olyan tanító, tanítónéni, aki szívügyének tartja a néphagyományt, vagy a népdalok tovább éltetését, azok mind hozzák a gyerekeiket a betélkedőre. A Szólj Síp Szólj 30 évvel ezelőtt az Újvidéki Rádió berkeiből indult útnak. Mindenből van, hogy elindul valami, aztán egy pár évig megy, és aztán szépen csöndbe elcsöndesedik és megszűnik. És hát lám ez a vetélkedő ilyen szívós, és 30 éve már folyik. Úgy látszik, hogy van rá igény, és van rá háttér, van benne életerő. Valójában nem terveztem hosszú távra. Amikor azt mondták, hogy hát van egy ilyen vetélkedő, ahol keresünk a legszebben éneklő osztályt, hát akkor azt mondtam, hogy jó, legyen, de akkor szóló ének is, meg csoportos ének is, és legyen népzene az alapja. Tehát ez fogta össze. Talán ami még egy külön lökést adott, hogy a legtehetségesebb gyerekeket aztán nyári táborba fogadtuk, és ez lehetett az a kulcsa annak, hogy azóta ezek a gyerekek, a Lajkó Félix, a Lukács Imre Temerinből, a Hézső Zsolti, a Kelemen Zsolti, a Borsódi, Árpád és Ákos, akik még ma is muzsikálnak, tehát egy olyan töltetet kaptak, hogy még ma is folytatják, és már az ő gyermekeik is jelentkeznek a szólsíkra. Hihetetlen. Legfontosabb, hogy a tehetségeknek lehetőséget, mindenkinek lehetőséget adunk, de a tehetségek meg is maradnak, mint a Csizma Diana vagy az Ivánovics Tünde, és még legalább 60 nevet tudnék sorolni, hogy kik azok, akik megállták a helyüket, és nagyon sikeresek ezen a pályán, de én itt a kis mondókámban is elmondtam, hogy a legfontosabb az, hogy megismerkedik több száz, több ezer gyerek évente, több százan jelentkeznek, megismerkedik, megszeretik, és legalább ismerik a zenei anyanyelvüket. Ez azt hiszem mindennél fontosabb. Sokat köszönhet a vetélkedőnek Hézső Zsolt. Életében meghatározó szerepet tölt be a népzene. Magára a rendezvényre nagyon otthonosan tekintek, hogyha úgy tetszik. Nagyon itthon érzem magam. Voltam mint résztvevő is nagyon sokáig, utána mint zsűritag is volt szerencsém kipróbálni magam itt a Szólysípon többek között, és nagyon jól érzem magam. Tényleg ez az M-stúdió, ez mintha ilyenkor miénk lenne, amikor Szólysíp van. És a 30 éves jubileumot említetted, hát a 30 éves jubileummal párhuzamot vonva én 30 éve hogy citerázom. Tehát innentől kezdve összeáll a kép, úgyhogy a 30 éves Szólysíphoz képest én 30 éves citerázási gyakorlattal rendelkezem. Nem oktatok már citerát a Vajdaságban, én a saját lelkem üdvé, úgymond a saját boldogulásomé muzsikálok még Topolyán a Csörgő Citera zenekarban, de oktatni már nem oktatok. Jó magam, ebből a szempontból azt mondhatom, hogy nem annyira terjed a citeretet. Ami engem illet, biztosan, hogy nem. Viszont vannak ügyes gyerkőcök, éppen a múltkorjában összefutottunk egy adai régi ismerős, akit én tanítottam meg valamikor muzsikálni, és olyan jó kis lánycsapatot hozott az egyik muzslai rendezvényre, hogy tényleg öröm volt látni ezt. Hogy megtanítottam egy embert, aki tovább tanított még 5 embert, és ez azért fantasztikus dolog. Tehát ezt akárhogy nézzük, ez az, ami értelme volt ennek az egésznek, amit eddig csináltunk. Életemre nagyon nagy hatással volt, miután nálunk
még nem jött be ez az internetes, e-mailes világ. A tavasz az mindig arról szólt, hogy csörög a telefon, és keressük anyukádat, és bejelentkezünk a Szólysípra, és szerintem 6 éves koromban nem is biztos, hogy tudtam, hogy mi volt az a Szólysíp szó, de a fogalmat, mint olyat már ismertem. És aztán, amikor én is ide kerültem, és már versenyezhettem is, akkor így megismerkedtem ezzel az egész hangulattal, ami itt volt, és én gondolom, hogy sok minden más mellett ez is befolyásolta azt, hogy én most Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen ezt tanulhatom. Nem igazán tudom elképzelni pillanatnyilag máshogy az életemet. Próbálkoztam mással is, bölcsészkedtem is, de rájöttem, hogy ez az, ami nekem fekszik. A Szólysíp Szólj egykori résztvevői közül sokan itthon dolgoznak, de többen külföldön is, ahol a magyar népzenét népszerűsítik. Minden évben szinte ehhez igazítjuk az éves programokat, hogy mikor van a Szólysíp. És nagyon tisztelem Szabó Gabikát, hogy mindig hív bennünket, és kérdezi, hogy mikor érünk rá, mert akkor lesz a Szólysíp, úgyhogy végül is ezt össze lehet hozni. El lehet képzelni, hogy azért egy előadó művésznek, tanárnak, és már most már anyának nehéz az ilyet összeegyeztetni, főleg külföldről érkezve, de nem hagynám ki a világért sem. Ez egy identitás megtartó erő. Tehát ezt úgy csinálják ezek az itteni gyerekek, hogy ez abszolút tiszta forrásból fakad, és az ő lelküknek a tisztasága teszi azt nagyon tiszta forrássá. Úgyhogy amikor összemérem egy anyaországi vetélkedővel, akkor azt tapasztalom, hogy az itteni gyerekekben tényleg az a forrás csörgedezik, amit nagyon keresünk. És nem kell nekik elmagyarázni, hogy most hogy kéne ezt a dalt elénekelni. Esetleg egy picit talán az összeállításban, ha kell valamit segíteni, de az már tényleg nem az ő dolguk, hanem a felkészítőké. Úgyhogy én szakmailag mindig nagyon elégedett vagyok, és nagyon fölemel, amikor itt lehetek, és hallom, hogy tényleg minden rendben van. Égigérő életfává nőtte ki magát a vetélkedő az évek során, véli a főszervező. A magyar népmesében és hát egyébként is az európai kultúrákban mindenütt szinte megjelenik az égigérő fa, vagy az életfa, vagy a világfa szimbóluma, és hát mi is nagyon jól ismerjük ezt az égigérő fát a népmeséinkből, és ahhoz hasonlítanám. Tehát a gyerekek ugye, amikor kicsik, akkor még a gyerekdalokat tanulják, és aztán ennek a népdalfának köszönve nőnek föl, tulajdonképpen belekerülnek ebbe a nagy családba, nagy-nagy lombozata van ennek a fának, és ahogy nőnek, gyarapodnak, okosodnak, szépülnek, egyre jobban énekelnek és muzsikálnak, úgy jutnak el tulajdonképpen a felnőtté válásig, a szerelemig, viszont a vetélkedő maga az mindig csak ez a növekedés szakasza, az biztosítja nekik. De viszont ez nagyon fontos, mert mindig újabb és újabb hajtások vannak, kicsi fák jelennek meg évről évre, és aztán azt is jó látni, hogy ahogy már sokan eljutnak az égigérő fának szinte a csúcsáig, hogy milyen eredményeket tudnak maguk mögött, és hát ez valahol valamennyiünk dicsősége, és hát mindannyian büszkék vagyunk rájuk, hogy itt csak néhány nevet említsek, ugye Csizmadi Anna az, aki már egészen magasra jutott, de hát Lajkó Félix is az első generációs szólysíposok közé sorolandó, és hát még nagyon sokan mások vannak olyanok, Fábri Ivánovics Tünde, aki éveken keresztül itt volt, most zsűritagként, felkészítőként van itt, és nagyon sok ilyen van, aki itt volt, izgult, versenyzett, és most a tanítványaiért izgul. És azt hiszem, hogy ez a legszebb ebben az egészben, és most épp az idén már ugye lejárt a jelentkezési határidő a 31. vetélkedőre, és olyan helyekről is jönnek, ahonnan az utóbbi néhány évben nem voltak versenyzők. Nyilván a fölkészítők kicsit megfáradtak, és most vagy új emberek kerültek ott is elő, vagy megnőttek, vagy egyszerűen új életre kaptak, és nagyon örülünk annak, hogy folyamatosan mozog. Tehát nem úgy van, mindig ugyanonnan, és aztán, hogyha ott elfogynak, valamiért megnőnek, tehát állandóan vannak jelentkezők most is szép számban. Az ünnepi koncerten fellépett a Topolyai Csalóka és az Óbecsei Fokor zenekar. A fellépők közös dallal zárták a rendezvényt, dél-alföldi dalokkal búcsúztak a közönségtől. A rendezvény idei vetélkedőjét
április 23-án tartják Újvidéken.